Ma már minimum elvárás egy tömegközlekedési eszköztől, legyen az villamos vagy busz, hogy a mozgásukban akadályozottak is könnyen fel és le tudjanak szállni rá, illetve róla le. Ennek eleget tesznek ezek az új szerelvények? Igen, és azonnal mutatjuk is, már rögtön az ajtón jelzik az új szerelvényeken a piktogramokkal, hogy a mozgásukban korlátozottak is könnyedén fel tudnak szállni, sőt babakocsival is fel tudnak majd menni rá. És most mi is felmegyünk, megmutatjuk önöknek, hogy hogyan is néz ki. A sajtó munkatársai is most ismerkednek ezekkel a járatokkal. A spanyol villamosok egyébként a kombinoktól eltérően végig teljesen síkban alacsony padlósak, ahogyan talán látják, nem lesznek jelentős lejtős részek sem. Kényelmesé teszi az utazást az is, hogy a kafokban a kombinoktól eltérően nincs magasított dobogós hely, jól láthatóan lesznek viszont páros ülések, ahogyan a buszokban is. A rövidített változat, ami 35 méteres, mi most egy ilyenben vagyunk egyébként, 200 utast tud szállítani 46 ülőhelyjel. A hosszabbik típus az 345 utas szállítására alkalmas 81 ülőhelyjel. A járművek utastere egyébként légkondicionált, így fűteni és hűteni is lehet majd, de ahogyan látható, mindjárt mutatom, hogy ablakkal is felszerelték őket, így hogyha friss levegőre vágynak az utasok, akkor ki lehet majd nyitni azt is. Egyébként én nem vagyok egy magas fiatalember, de könnyedén elérem a kapaszkodót is, tehát akik nálam alacsonyabbak, azok pedig a műanyag eszköz segítségével tudnak majd biztonságosan utazni. A BKK-tól úgy tudjuk, hogy a fedélzeti utastájékoztató rendszerük, a futár is ide lesz majd integrálva, és kamerákkal is felszerelik majd a villamosokat. Egyébként jól látható, hogy óriási üvegfelületek vannak, tehát a nap és a fény is bejut majd. Zoltán, nem akarlak félbeszakítani, de egyelőre legyen most elég ennyi, úgyis fogunk még visszakapcsolni hozzátok. Most viszont folytatjuk a Világ című magazinunkat.